Az első kisterjeki sportág választón több egyesület is bemutatkozó stábunknak. Ők voltak a Silver Septán Stúdió, Kisterjeki Sportegylet, Tiszavolán SC Kisterek és a Fitkidó. Sportágválasztót rendeztek Kisteleken. A nap folyamán lehetőség nyílt számos sportág megismerésére és kipróbálására. Bemutatkozó stábunknak a Silver Septán Stúdió, Kisteleki Sportegylet, Tiszavolán SC Kisterek és a Fitkidó. Itt most Kistelekre azért érkeztünk, mert itt rendezték meg a sportválasztót, ez az első sportválasztót. Mi nagyon örültünk neki, speciál, mert nálunk Kisteleken itt kettő csoport van a Silver Step alatt. Van egy gyerekcsoportunk, egy felnőtt, vagy felnőtt, hát tini korosztály, de már inkább közelítenek a fiatal felnőtt korosztályhoz. És hát igazából kicsit toborzás szempontjából is szerettük volna, hogy hát ha kicsit megnövekedik a létszám. Nem tudjuk, hogy elértük-e, reméljük. Magáról a tánciskoláról annyit tudok elmondani, hogy Félegyházán van a központunk. Itt egészen manó korosztálytól vagyunk, a 20 éves korosztályig, ott már a prócsoport. Tehát különböző korcsoportok vannak szintekkel. A vezetőnk egyébként Kovács Sándor, ő a mindennek a mozgatórugója, én csak itt Kisteleken vagyok, mint tánctanár, meg oktató. Hogyan lehet hozzátok jelentkezni, és mikor vannak az óráitok? Hozzánk úgy lehet jelentkezni, esetleg Facebookon megkeresnek Silver Step néven, vagy engem is, akár Dorogi Tündét, vagy Kovács Sándort. Itt Kisteleken szombatonként vannak az órák a délelőtti időszakban. A sportcsarnok fenti fitness termében vagyunk. A gyerekekhez 7 éves kortól lehet jelentkezni, a tini korosztályhoz meg már 12-től egészen. Nem kell aggódni, hogyha valaki idősebb, mert ott is vannak 15-16 évesek már. És akkor itt igazából a New Style Hip Hopot lehet elsajátítani, a modern táncot, kortárs modern alapokat, meg hát nagyon jó élmény, tehát tényleg jó barátságok szövődnek itt, tehát izgalmas is lehet a gyerekeknek. Kisterjeki Sportegylet 93-ban alakult, azzal a célra, hogy ha majd lesz más szakosztály, az becsatlakozhat hozzánk. Egy időben volt is több szakosztályunk, de aztán mindig a sors úgy ötözött, a végére csak mi maradtunk. Az edzéseink hétfő, szerda, péntek Kisterjeki Gimnázium tornatermében van, 5:30-7 óráig, ahol már nem csak igazából a birkozás, hanem inkább ilyen képességfejlesztés is szerepel. Természetesen a fő irányunk a birkozás és a küzdősport, esések, dobások, küzdelmek, nem utolsó sorban a fegyelem. És hát hál' Istennek vagyunk most egy páran, voltunk már jóval többen is, meg voltunk kevesebben is. Tehát ez ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen hullámokba érzékelem a létszám jelenlétét. Hogy ez minek köszönhető, nem tudom. Téli időszakban kicsit többen vagyunk, kicsit jobb az idő, akkor nyílik az idő, tovább van nappal, akkor egy kicsit kevesebben vagyunk, meg hát ugye az izzadság az nyáron jobban előjön, mint télen, hiszen melegebb van, és hát ugye a mai fiatalság az izzadni nem nagyon szeret, bár akkor van igazán nagy eredmény, hogyha a veríték megjelenik. Hogy lehet jelentkezni az egyesülethez? Nagyon egyszerű nálunk a jelentkezés, nálunk az ajtó mindig nyitva áll. Oda jön edzés előtt, 5 percre átöltözik, és már jelentkezett is. Tehát mi egy kicsit rugalmasabbak vagyunk. Ha elmegy, pár edzés után elköszönünk, ha egy-két év múlva visszatér, megint nyitva az ajtónk, tehát egy ilyen hogy mondjam, nem vagyunk karaktartók. Inkább azt mondom, hogy a sport mindenkinek legyen jelen,
ha nem ez a sportág, legyen valami más, és időközben rájön, hogy mégis a miénk az ő neki testhez álló, szívesen látjuk vissza. Volán sportklub színeibe indul most már a kisteleki kézilabda csapat is. A Tiszavolán kézilabda csapathoz mi 3 éve csatlakoztunk, úgyhogy tovább folytatódik a kézilabda kisteleken. Nagyon sok gyerkőcünk van, minden korosztályban szinte megtalálhatók vagyunk, egészen a legkisebbektől, az első osztályos U8-as gyerekektől kezdve, egészen a felnőtt csapatig, aki most már az MB2-be is bejutott. Az edzések általában hétfő, szerda, péntek vannak, a legkisebbeknek hétfőn, szerdán és csütörtökön is vannak edzések. Próbáljuk a legjobb helyszínt megtalálni a gyerkőcöknek, a kicsiknek az általános iskola biztosítja az edzések helyszínét, a nagyobbak pedig már a csarnokban edzenek. Hogyan lehet hozzátok egyébként jelentkezni? Minden korcsoportnak megvan a maga edzője, úgyhogy őket nagyon sok bizalommal lehet keresni. Igazából az általános iskolában lévő gyerekeknél az osztályfőnököknek is lehet szólni, de minket is lehet keresni nyugodtan. Az U8, U9-es korosztálynak én vagyok az edzője, Kotenc Bukor Csillának hívnak, az U11-es korosztálynak Mihály Fikati az edzője, az U12-nek pedig Juhász Tiborné Ungikati az edzője, úgyhogy őket is sok szeretettel és bizalommal lehet keresni, hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni. Azért alkottam meg leginkább ezt a fitkidót, mert sok olyan kisgyerek van még, aki nem köteleződött el egy bizonyos sportág iránt, és ez mindenképpen egy jó lehetőség számukra, hogy így egy kis alapot adjon ennek, hogyha később bármit választanak. 3 korosztályban tartok tornákat, a tökmagok a legkisebbek, a tökmag torna, ők 4-6 éves korosztály, és nekik csütörtökönként tartok órát, és akkor ezen felül van még a Bosu Kids, aki az alsós korosztály, ők ilyen 7-11-12 éves korosztály, és akkor a tiniknek van még egy újabb torna, amit januártól kezdtünk el, nekik már inkább ilyen edzés jellegű köredzéseket tartunk, ami úgy testtartás javításra nagyon szuper, úgyhogy ez a 3 korosztály elérhető, úgyhogy mindenkit várok szeretettel, aki úgy érzi, hogy érdekli. Pontosan hol vannak ezek a tornák, és hogyan lehet jelentkezni? Fönt a csarnokban, a fitness teremben vannak a tornák, mind a 3, és van egy ilyen kis Facebook csoportunk, nálam tud mindenki jelentkezni, és akkor ebbe a Facebook csoportba, hogyha én beveszem, akkor ott zajlik egy ilyen könnyű szavazós módon a jelentkezés, úgyhogy ott találnak is szülői tájékoztatót fönt, úgyhogy ugye a Facebook oldalon elég sok minden elérhető, hogyha valakinek valami információra van szüksége. We'll be right back.
szeptember 24-e a Szív Világnapja. Dr. Tanás Gáborral, a Kistelekű Ügyület orvosával beszélgettünk. Szeptember 24-én ünnepeljük a Szív Világnapját. Ennek apropóján beszélgetünk Dr. Tanás Gábor, a Kistelekű Ügyület orvosával. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is erről a világnapról, és így erről a szívről, a sztrókról. Szív Világnapja, én mégis a sztrókról szeretnék néhány mondatot mondani. Ugye a sztrók a köztudottan az agynak a betegsége, hogy kerül ide a szívvilágnapjához. Ugye szív- és érrendszeri problémákról, szív- és érrendszeri betegségekről beszélünk, és a sztrók ennek nagy falatja, tehát ez nagyon komoly része. Ez a kifejezés, hogy sztrók most már mindenki, vagy az emberek többsége számára sajnos így mindennapok részeként ismerőssé vált. Ez egy angol kifejezés, ütést jelent. Gyakorlatilag megfelel annak, amit a régi világban is, vagy bárki idősebbek is használtak, hogy szélért valakit. Tehát ez egy közismert betegség, ennek gyakorlatilag ez egy tükörfordítása. Nem lehet túlhangsúlyozni a jelentőségét annak, hogy erről a betegségről, vagy minél többet tudjunk erről a problémáról, mert a magyarországi vezető halálok, vagy a legtöbb problémát okozó betegségek, ugye a daganatos szív- és érrendszeri betegségek, azon belül tehát a stroke is rendkívül nagy terhet ró a kvázi nem csak a társadalomra, hanem az egyénre, a családokra is. Mert ez egy olyan betegség, ami tehát lehet halálos is, lehet rendkívül könnyű tünetekkel járó is, de a legtöbb esetben komoly funkcióvesztéssel jár az egyénnek, tehát olyan életvitelbeli nehézségek, ápolási problémák hárulnak a családokra, hogy tényleg nem lehet túlértékelni. Amiről érdemes lenne, tehát talán a kialatát, a veszélye, hogy ez kit fenyeget, hát gyakorlatilag középkorú korosztálytól fölfelé ennek, úgy, ahogy mindennek van egy ilyen kardiovaszkulális szív- és érrendszeri kockázata, ugye a dohányzásnak, az elhízásnak, a cukorbetegségnek például, a magas vérnyomás betegségnek. Ez, tehát ezek szívkockázatok is, tehát ez a szívbetegségeknek, infarktusnak is kockázata, ugyanúgy kockázata ez a stroke-nak is. A férfiak talán nagyobb számban érintettek, de nőknél is egyre gyakoribb és egyre fiatalabb korban is találkozunk vele. A megelőzés, hát minden, amit eddig erről hallottak, az érvényes, az továbbra is fokozottan érvényes, tehát ezeknek a rizikófaktoroknak a csökkentése. De igazából itt az a probléma, hogyha egy ilyen állapot bekövetkezik, tehát ha kialakul egy stroke, akkor ott és funkcióvesztés van, akkor nincsen visszajavulás. Tehát azt nem tudjuk visszacsinálni, az úgy marad örökre, akár évekig, évtizedekig, tehát óriási probléma. Lehet többször is sztrókot kapni, tehát az nem olyan, hogy egyszer megkaptuk, meggyógyultunk, elmúlt. És ezért nagyon örülök, hogy most erről beszélhetek, mert egy feladatom is van ezzel kapcsolatban, elmondani azt, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben óriási nagy előrelépés vagy változás van a terápiájában. Míg eddig nagyon a megtörtént dolgokkal nem tudtunk mit csinálni, az már az orvostudomány persze a legjobb tudása szerint próbált segíteni, de most ebben egy óriási változás van, mert az időben felfedezett sztrókos problémák, tehát az időben a klinikára kerülő sztrókos betegeknél lehetőség van arra, hogy a stroke-nak bizonyos fajtáiban, bizonyos típusaiban megállítsuk a folyamatot, mégpedig egy lízissel, egy vérrög oldással, vagy pedig egy vérrög mechanikus eltávolításával. Tehát vagy egy mechanikus trombektómiával, amikor kis kosárra a főmező lehúzzák azt a véreret, vagy pedig olyan gyógyszert fecskendeznek az erekbe, amelyik feloldja ezt a véreret. Ez megállítja ezt a folyamatot. És minden egyes, tehát tudni kell hozzá, hogy egy perc alatt 2 millió agysejt pusztul el egy ilyen esettel. Mert ugye ennek a hátterében az van, hogy az agyba hatoló végartériáknál nem jut oxigén az agyba, mert elzárja valami kis
vérrög vagy az érnek a szűkülete olyan fokúvá válik, hogy az oxigén ellátottság a terület mögött csökken vagy megszűnik. Rendkívül érzékeny az agyszövet erre az oxigén hiányra, rendkívül gyorsan pusztul. És hogyha ezt időben tudjuk megszüntetni, ezt az elzáródást, vagy oldani ezt a stoppot, áramlási stoppot, akkor agyszövetet nyerünk, és funkciót nyerünk, és óriási nyereségünk van. Ez odáig jutott, hogy speciális, nyilván világszínvonalú dolgok ezek, mert olyan gépeket kell ehhez tartani, olyan CT és MRI angió CT-ket, ami rendkívül jó képalkotó módon megmutatja ezeket a helyeket az agyban. Kiváló gárdának kell hozzá lenni, hogy ezt meg tudja csinálni. Ez rendelkezésre áll például Szegeden, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani. És itt most a legszűkebb átmérő, vagy a nyereséget legjobban az gátolja, hogy az emberek nem szólnak időben, amikor tapasztalják a stroke-nak a tüneteit. És hogyha, tehát itt percek is, órák is számítanak. Tehát ez egy nagyon jó apró, hogy elmondjam azt a nagyon egyszerű három dolgot, amit figyelni kell, vagy tudni kéne erről egy laikusnak is, családtagjainak, akár unokáknak is, hogyha ilyet észlelnek, akkor mi a teendő, és azonnal szólni kell. Tehát három dolgot kell figyelni, vagy három dolog lesz nekünk alarmírozó egy ilyenben, hogyha a családtagunk, vagy családba, vagy velünk ilyen történik. Egyrészt az arcnak az aszimetriát, szimmetriáját kell vizsgálni. Ugye hozzátartozónk megszokott arc kifejezése pillanatokat feltűnik, hogyha az megváltozik, a fél oldal elmarad, a száj zúg, lecsünk, tehát ez egy meglepő, de egyértelmű jel. Ha ilyet látunk, ez az egyik, ami azonnal egy felkiáltó jel, tehát azonnal fel kell figyelnünk. A másik, a végtagnak a alsó vagy felső végtag a gyöngesége. Tehát mit tudom én, a nagymama kezéből azt mondja, hogy mint kiesett a kanál a kezembe, nem tudom tartani a kanalat. És akkor egy egyszerű mozdulattal megkérjük, hogy tartsa előre mind a két karját felfordított tenyérrel, és hogyha az süllyed, vagy nem is bírja emelni a fél oldaliság, akkor ez is egy nagyon pregnáns jel, teljesen egyszerű ezt is mindenki, hogy emeld fel a kezed, nézzük meg, nem bírom felemelni, vagy leejtem a kezemet. Tehát ez a süllyedő kar. Ez is egyértelmű stroke-el. A harmadik pedig a beszédnek a vizsgálata. Mert nagyon sokszor egy stroke-nak olyan enyhe tünete, hogy nem találja a szavakat az illető, hogy kásás, vagy elkent a beszéde, vagy érthetetlenné válik a beszéde. Ez is egy ilyen. Tehát, hogyha ebből a háromból már egy jel megvan, akkor így több mint 70% a valószínűsége, hogy stroke-ja van az illetőnek. Hogyha a háromból mind a három megvan, akkor az már több mint 85%. Tehát ott helyben egy családtag ezt ebből a három egyszerű dologból tudja diagnosztizálni, hogy fel tudja vetni a gyanúját. Na most ekkor épp az időfaktor miatt ne várjuk ezeknél a jeleknél, hogy ez majd elmúlik, vagy lehet, hogy el is múlt, mert van a stroke-nak egy ilyen speciálisabb formája, TIA, amelyik átmenetileg csinálja ezt. Néhány óráig vannak meg a tünetek, és utána ez elmúlik. Csak az a baj, hogy ez az előszobája a nagy stroke-nak, lehet, hogy ez délelőtt megtörtént, elmúlt délutánra, és éjszaka pedig olyan stroke-ot kap az illető, tehát egy nagyobb stroke-ot. Tehát ha múlik, akkor is ez olyan alarmírozó tényező, hogy azonnal ilyenkor intézetbe kell kerülni. Annyira fontos az időfaktor, hogy ne avval kezdjünk, hogy a házi orvosi délutáni rendelésre majd bemegyünk, vagy megvárjuk a testvért, hogy ő is nézze meg két óra hosszan, hogy biztos, hogy jól gondoltuk-e, hanem ezt egyenesen a mentőknek kell telefonálni, tehát a 112-t kell hívni, és azok sürgőssége, tehát azonnal perceken belül, tehát akár hogy fél órán belül a tünetek megjelenése, azonnal bent van az illető az intézetbe, és onnan további fél egy óra, amikor már meg is történt a kezelés. El lehet képzelni, hogy ez 5, 6, 8, 12 óra múlva mennyi agyszövet vesztéssel jár. Tehát ez lenne, ha csak ennyi az üzenet, ez átmegy, hogyha ez valaki hallgatja, akkor ezt a három dolgot vizsgálva a stroke-ba már rendkívül sokat tehet magáért is, vagy családjáért, vagy tehát, hogy utána helyén menjen ez a dolog tovább. Amit még az elkerülés, vagy a megelőzés érdekében azért még fontos lenne elmondani, az egyrészt a vérnyomások
rendben tartása, tehát a vérnyomásokat kezelni kell, nem szabad elengedni, hogyha ez kialakult, és tudjuk, akkor szedni kell a gyógyszert, és ellenőrizni kell, hogy merre jár a vérnyomásunk. A másik pedig a szívritmuszavarok. Bizonyos szívritmuszavarok fokozzák a stroke kockázatát, embolus forrást jelentenek, tehát olyan vérrögök szóródhatnak az agyba, ami kialakítja a sztrókot, tehát hogyha valakinek össze-vissza ver a szíve, úgy érzi, hogy zakadul, de már hosszabb ideje akár, menjen el, mert nem csak azt kockáztatja, hogy a ketyere, tehát majd elmegy egy darabig, hanem egyszerűen egy ilyen borzasztó betegséget, mint a sztrók is kockáztat vele. Tehát ezt is fontosnak tartanám, hogyha ezekkel az a vérnyomásunkkal rendben vagyunk, a szívritmusunk rendben van, akkor egy nagy rizikófaktort kivettünk abból, hogy nehogy sztrókot kapjunk. Születő ünnepséget tartott a Városi Nyugdíjas Klub, ahol az énekari színpadra lépett. Az ő dalcsokrukat hallhatják a következőkben. Bogár Imre története. Zavaros a Tisza, nem akar akadni. Az a híres Bogár Imre által akar menni. Által akar menni, Sikót akar lopni. Kecskeméti zöldvásárra pénzt akar csinálni. Kocsmárosné hallja, van-e söre bora? Megitatnám a vármegyét, hogy ne legyek rabja. Huncut a vármegye, nem iszik belőle, mert ez a híres Bogár Imre most van a kezébe. Láncot a zsiványra, kezére, lábára, de Duli Marcsa a babáját mágiába várja. Nézd ki, Marcsa, nézd ki, ablakot vírhangján, most kísérik Bogár Imrét, aranyper paripán. Arany az ablája, ezüst a kantárja. Az a híres Bogár Imre annak a gazdája. Harangoznak délre, 11:30-re. Most kísérik Bogár Imrét a vesztő helyére. Harangoznak délre, pont 12:00-re. Hóhér mondja Bogár Imre, álljon fel a székre. Felállott a székre, feltekint az égre. Te Istenem, soklablási most jutnak eszembe. Kiapadt a Tisza, csak a sara maradt, meghalt szegény Bogár Imre, csak a híre maradt. Sergő Gábor, a határ. Itt a határ, ne menj tovább migráns, mert elsöpör a zúgó zivatal. Úgy elsöpör a világban szerteszét, mint ősszel a fák hulló levelét. Ne vándorolj ki, óhajtja a világ, tövisterem az idegen világ. Ezer tövis a legszebb rózsa is, hidegebben süt rád még a nap is. Maradj, maradj, darolja a madár, síró családok sírva visszavár. Visszatér a fecske a fészkére, pedig üres, nem várja senki sem. Nem hallod a síró furúja szót, pásztortűz mellett az elhingatót. Legelő nyáj, kúja, kolomb szavát, örök hűségtől mormoló tiszát. A dajka dalt, ó, hogy felejtheted, azt a bölcsőt, mely lágyan rengeted. A sírt, hol szeretteid portlanak, hát mindezek nem marasztalnak. Mi űz, mi haj, a szegény sorsod talán, duskálkodni a jólétnek asztalán, jobb itthon egy darab barna kenyér, idegenföld kalácsával felé. Megállj, megállj, csókold meg a rögöt, majd visszahív a haza szeretet. Az anya földszíve, ha felzokog, szívedben majd egy régi tűz lobog. Siket vagy siket, világtalan, eredj, eredj, légy hát kontalan. Kondulj harang, megint van egy halott, zokogj hazámért, fiat itt hagy.
50 éves évfordulójukat ünnepelte a Kisteleki Citera zenekar. A népzenei találkozón fellépett a Baksi, Szivárvány népdalkör és Citera zenekar is. Baksi községben Molnár János vezetésében alakult meg először a Citera zenekar 1972-ben. A jelenlegi Szivárvány népdalkör és Citera együttes 2013-ban alakult. Megőrizve a hagyományokat, igyekeznek elsősorban népdalokból összeállító dalcsoportokat énekelni. A környező települések népdalköreivel, Citera zenekaraival tartják a kapcsolatot. Szívesen tesznek eleget minden meghívásnak, és fellépésekre lelkesen készülnek. 2017. június 25-én Hajdúszoboszlón aranyfokozatú minősítést kaptak. 2017. július 28-án Baksi község önkormányzatának képviselőtestülete munkájuk elismeréseként díszoklevelet adományozott a csoportnak. 2018. július 30-án meghívást kaptak Hódmezővásárhelyre a 6. tiszántúli népdalkörök találkozójára, ahol szintén aranyfokozatú minősítést kaptak. 2023. június 22-én Baksi község önkormányzat képviselő testülete szintén díszoklevelet adományozott a csoportnak a több évtizedes népdal és citera zene hagyományérzésében végzett tevékenységük elismeréséért. A népdalkör vezetője Deák Ferencné. Fogadják a csokrot szeretettel!